Én Bakos Zsuzsi vagyok, a coachingnak főleg az életmód területével foglalkozom. Sokáig dolgoztam edzőként, életmódtanácsot, illetve most is teszem ezt. A nevem pedig talán onnan lehet ismerős, hogy 15 éve dolgozom a női médiában, írok nőkről nőknek, és ugye általában ezt a munkámat is átlengi az önbizalom témája, folyamatosan visszatér, akár a csoportjaimban, tehát azt kell mondanom, hogy az én életemet többszörösen is átlengi, például ma reggelemet is átlengte, amikor is elhatároztam, hogy milyen szerepet fogok majd kiállni, de amikor ezt felvettem, akkor rájöttem, hogy ez nem a mai napi, és így átöltöztem inkább, hogy jobban érezzem magam, mert ugye egy előadónak is fontos, hogy miközben reprezentáljon, érezzem magát a bőrében. Még egy fontos, amit így nem hallgattatok el, és nem is szeretnék, hamarosan végzett szupervizor is leszek. Ez inkább a szakmai személyiségfejlesztéssel foglalkozik, ez csak így a lettán helye, de nem vág ide az előadásunkhoz, mert az előadás témája az, hogy hogy vagyunk mi a testünkben, hogyan dolgozunk mi ezzel a coachingban, én hogyan dolgozom ezzel a coachingban, és mit lehet tenni, akár egyedül is, saját magatok által a mindennapokban azért, hogy jobban érezzétek magatokat a bőrötökben. Hát először egy sokkoló képpel kezdem, számomra sokkoló, aztán majd döntsétek el. Ez itt én vagyok. Hát tippeljétek meg hány évvel ezelőtt ti képen. 10, igen. Más tipp? Három? Ja nem három, mert hát köszönöm a bókot egyébként, de ugye azért a koromra, igen. Ezt később utolsó, hogy milyen lesz. Olyan nincs. Ez az élő verzió, olyat nem raktam bele a diába. Ez egy 15 évvel ezelőtti kép, és azért hoztam el nektek, mert ez volt életemnek az az időszaka, amikor a lehető legkevesebb önbizalmam volt. Ha megnézitek a kérdésben a képen, nagyon sok képet kidobtam ebből az időszakból. Én ebben az időszakban Svájcban babysitterkedtem, ahol is hát ugye a csokoládégyártás ismerjük, meghíztam 15 kilót. Én, aki előtte mindig is sportoltam, és figyeltem arra, hogy így viszonylag kondiban tartsam magamat, és amikor az utolsó Budapestről hozott farmer nadrágomnak a gombja így lepattant rólam, ez így, ahogy mutatom, tehát így elszállt, akkor én ezt nem értem a mélypontját ennek az önbizalmi válságnak. Ez a kép úgy akkor, tehát készültem, kellemesen takarom magam, hogy minél kevesebb látszódjék belőlem, és azért hoztam el nektek ezt a képet, mert nekem az önbizalom fokozásban az életmódom megváltoztatása segített. És ebből szeretnék nektek egy kis ajánlatot adni. Sokan ismerhettétek, olvashattátok a női lapokban, hogy a TÁV végzett pár éve egy átfogó kutatást a női önbizalomra vonatkozóan, amiből kiderült, hogy nagyon rosszul állunk vele, mi magyar nők, tehát mi mindenünkön változtatni akarunk, ha lehet. Ez a lista nem is teljes, kivettem néhányat, mert volt benne ilyen, hogy bőrszín, meg, tehát hogy nagyon sok mindenen akarunk változtatni. Ami nagyon árulkodó, hogy ugye tessül a fő vonal, több mint a magyar nők fele nem elégedett a testsúlyával, 43% az alakjában. Még a magasságunkkal sem vagyunk kibékülve, minden harmadik nő haj, arcforma, stílusérzék, szemszín. Hát ebből az, hogy a távol az kibette, hogy fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk, biztos emlékeztek azokra a képekre, amin az átlag nőt jelenítették meg, végre sem a Rubikat. Én ezt nagyon üdvözöltem, ezt a dolgot, és én is azt hirdetem, hogy ne az ideális súlyodat keresd, hanem a természetes testsúlyodat. Erre viszont szeretnék térni. Az önbizalom hiány, ha már az életmódváltás a témánk. Az önbizalom hiány is egy szokás. Egy olyan rossz szokás, mint az egészségtelen életmód, dohányzás, a felborult bioritmus, tehát amikor túl keveset alszol, túl sokat pöröksz, a túlzott stressz, ezek mind szokásunká válnak, beépülnek. Ugyanakkor hozzá lehet szoknunk ahhoz is, hogy van önbizalom. Ez is elég kellemes, hogy meg lehet ezt szokni. De itt van egy olyan dolog, hogy igen, rengeteg praktika van, és hogy vannak ezek a tükörtechnikák, meg mondd el magadnak, hogy rakja a ütőre a fotót, ami fénykorokban készült, vagy éppen nem, hanem mondjuk egy olyat, amin én ültem ott az ágyon, tehát ami inkább riaszt, kiremihat ugyebár. Tehát, hogy valahogy ösztökéld magad arra, hogy ne csak gondolat legyen, hanem döntés. Mert hogy a döntés tett választja el a lustaságtól. Amíg csak ülök, hogy ha nincs önbizalmam, majd lesz valamitől, addig nem fog történni semmi. Tehát meg kell hozni a döntést, hogy én mostantól dolgozom azon, hogy legyen önbizalmam napunknak. Ildikó előadásában a 21-es szám hangzott el, én ilyen 6-os sorozatot hoztam. 3 különböző fórumban találtam, hogy egy szokás beépüléséhez, tehát
egyes verziók szerint 6 hét, máshoz 6 hónap, a harmadik verzió szerint pedig 60-szor kell ismételnünk egy szokást ahhoz, hogy beépüljön. Tehát 60-szor kell elmenni futni mondjuk, ez így elég rémisztően hangzik. Van egy blogom, ezt főleg futni vágyóknak készítettem. Mostanában kicsit elhanyagoltam, mert szakdolgozatot írtam a női csoportokról egyébként, hogy a nők, meg a nők lelke az így átlengi a pályafutásomat alaposan. És egy régi blogbejegyzésemet dolgoztam át egy picit. Az újságnál, ahol amit évekig szerkesztettem, ez egy életmód magazin volt egyébként. Nagyon sok olyan emberrel, hölgyel, de urak is voltak, találkoztam, akik sikeresen lefogytak. De nem keveset, 20-30, akár 40 kilókat. És sikerült egy ilyen gyűjtést csinálnom arról, mi volt előtt, hogyan tud valaki lefogyni, milyen belső mentális eszköztárra van szükség. Hát az első és legfontosabb, el kell engedni a kifogásokat, mert kifogás az mindig van. Három leggyakoribb, nincs időm, hát csináljál, mert ha minden más van, Facebookolni van, Facebook nem barátom, de azért fönn vagyok, de nem barátom, de ha Facebookolni van, meg internetezni, meg csetelni, nem tudom, akkor biztos lesz a mozgásra is. Akkor másik nincs energiám, gyűjtsél, hát nincs energiám, valahogy turbozd fel magad és induljál, mert nem fogsz magadtól lefogni, harmadikban nincs pénzem. Na most azért erre is van segítség, mert nem minden sport kerül sok pénzbe. Ugye a futást szoktam említeni, vagy a gyaloglást, nagy túlsúlyjal rendelkezőknek általában a gyaloglást szoktam először javasolni, ahhoz egyetlen jó kiképzésű tornacipő kell. Jó, az egyszer egy investíció, de sokszorosan megtérül. Tehát el kell engedni ezeket, hogy ez a bajom, az a bajom, az ő van, január 1-től, július 1-től, mindig holnaptól, ezeket el kell. Na most a pont-pont-pont a következőnél az azt a szokásodat jelöli, amiről te szeretnél, amitől szeretnél megszabadulni. Ez lehet a dohányzás, az alvás hiány, a túlsúly, a rossz testtartás, a stressz, bármi, vagy éppen esetünkben az önbizalom hiány. Tehát ne folyton azon kattog, hogy nekem mennyire nincs önbizalmam, én mennyire szerencsétlen vagyok, velem eszett az élet, szörnyű, nem tudom, tehát ezen kell egy kicsit túllendülni és behelyettesíteni ezt. Akkor tudja, hogy mit akar és hajlandó áldozatot hozni érte. Amikor valaki eljön hozzám, hogy szeretne az életmódján változtatni, már az első alkalommal mindig meg szoktam kérdezni tőled, és mit adsz érte? Hát egy ilyen véletként képzeljétek el, és hát ez nem egy ilyen ingyen dolog, hogy semmi áldozat, ugye időáldozat, energiaáldozat, akár pénzáldozat, tehát itt azért ez áldozatokkal jár, tenni kell azért, áldozatot kell hozni azért, hogy megvalósuljon ez a cél, az önbizalom nyelvnál is. Akadályokra kihívásként tekinteni. Ezt azért nem ragozom, mert biztos, hogy ez ma még sokszor vissza fog térni mások előadásaiban is. A felvállalás az egy nagyon érdekes dolog, mert azt vettem észre, hogy akkor szoktuk szélesebb körben felvállalni azt, hogy mi már elkezdtünk dolgozni magunkon, amikor majd benne vagyunk a flow-ba. Tehát elejétől az ember óvatosan beszél a pont azért, mert ismeri magát, hogy 26-szor abba adja, és 27-re tényleg meg fogja csinálni. Az a trend, hogy mire például valaki véghez visz egy életmódváltást, itt is több szám van a köztudatban, hát egy ilyen 4-5-ször neki fut, legalább. Németországban végeztek egy felmérést, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ott úgy van, hogy nem ilyen havi bérleteket lehet vásárolni stúdióba, fitness stúdióba, hanem tagságot. Na most ez egy komoly elköteleződés, ez ilyen 1-1,5 évekre szól, és pénzbe is nem kevés. Tehát aki erre benevez, annak elég eltökérnek kell lennie, hogy meghozza ezt a döntést. Mit gondoltok, mennyit szoktak gondolkodni kedves német barátaink azon, hogy megváltsák ezt a tagságot időben? 3 napot? Még annál is több? 1,5 évet. Úgyhogy lassan születik meg, de akkor már megcsinálják. Mindig van vétel. Akár mi is a célunk, akár az, hogy növeljük az önbizalmunkat, mindig lesznek rossz időszakok, amikor esik az eső, amikor a főnökünk ordít velünk, amikor nehéz, amikor rosszul ébredünk. Na most ilyenkor lehet, hogy azok az új szokások, amiket amúgy előszeretettel beépítünk, nem fognak úgy működni, mert nehéz, mert fáj, mert most nem tudok még erre is figyelni, hogy tudom én háromszor megerősítsem magam abban, hogy jó nő vagyok, vagy jó pasi vagyok. Na ilyenkor kell egy vétel. Ami semmiképpen nem az, hogy most én felhagyok az egésszel. Ildikó is utalt arra, hogy ugye ha 21 nap után vagy belül nem sikerül ezt valahogy beütetni, újra kezdeni. Hát mondom, ezzel van a legtöbb meg baj, hogy újra kell kezdeni. Ne kezdjük újra, hanem vegyük úgy, hogy egy kis szünet, ha kibírjunk, és folytassuk. Ez általában jobban be szokott válni, tehát B-terved mindig legyen.
öngondoskodás, nagyon rosszak vagyunk benne. Nem tudom, ki van itt, akinek kicsi gyereke van esetleg rajtam kívül? Na hát kisgyerekes anyukák tudják, hogy ugye top első hely a gyerek, top második a gyerek, top harmadik a gyerek, háztartás, apuka, mit tudom én, és akkor valahol a 20. helyen hullog ő, és próbál magának időt kisajtolni saját magára, és ez tényleg nem könnyű. Tehát az öngondoskodás egyébként annak sem könnyű, aki napi 10-12 órát dolgozik, mert mikor van időt gondoskodni magadról. Nagyon fontos fogalom, hogy tanuljunk meg gondoskodni magunkról, mert megérdemeljük, ez is elhangzott már. A példaképpé válás pedig egy nagyon komoly motiváció. Visszautalva az újságba, ha megjelenik valaki a sztoriával, akkor ő példakép szokott lenni, rengeteg visszajelzést szokott kapni, hogy fú, megcsináltad anyukám, de jó vagy. Most erre nagyon jó a Facebook, egy barátnőm nemrég feltöltötte a képét, hogy lefogyott 20 kilót, rengeteg pozitív visszajelzést kapott a környezetétől, és ettől is még jobban megerősödött. Tehát a sikerre véghez viszünk valamit, akkor példaképpé válhatunk. Hát igen, ez a vonzás törvénye egy picit, nem hagyhatom ki, mert valóban arról szól az egész, az életmódod megváltoztatása is, hogy már a mában, nem holnaptól, meg holnap utántól, hanem már a mában próbáld meg úgy érezni magad, ahogy az érzi, aki lenni szeretnél. Ez nagyon fontos. Ez lehet, hogy így elsőre nagyon eldurogtatottnak hat, de meg kell próbálni a technikát beültetni a mindennapjaitokba is csinálni. Én például tegnap úgy döntöttem, hogy én már pedig most úgy fogom magam érezni, hogy holnap szuper előadás lesz, tele vagyok önbizalommal, kikészítettem a cuccot, amit aztán már nem vettem fel, tehát így teljesen rámolottam arra, hogy milyen jó lesz itt állni és előadni, és teljesen így feldobottam, csak aztán a 4 órás alváshoz kicsit rontott a hatásfokomat, tehát aludjatok, pihenjetek mindenképpen, de próbáljátok meg, itt még majd fogok a példa, mert ugye most eddig a példaképpé válásról volt szó, de hogy kellene is, hogy legyenek pozitív példaképeink, és itt még vissza fog köszönni ez a gondolat. Életmódváltás. Ugye életmódváltás az egy nagyon-nagyon tág fogalom. Nem csak arról szól, hogy jobban táplálkozom, többet mozgok, és figyelem a lelki épségemre, tehát próbálom megtartani ezeket a szokásokat. Amikor alapvetően ez a téma, hogy életmódváltás, akkor ezt a három vonalat szoktam tovább fűzni. De esetünkben az életmódváltás az azt jelenti, hogy olyan szokásokat építek be a káros szokásaim helyett, lásd, nincs önbizalmam, és állam magamat tolom bele a talajba, meg hagyom, hogy mások kibillentsenek az egyensúlyomból, amiket ki tudok cserélni, de úgy tudom kicserélni, hogy az kivitelezhető legyen és beépíthető legyen a mindennapjaimba. Ugye a realitás egy fontos tényező, mert szeretünk ilyen nagyon elrugaszkodott tervekkel operálni, hogy hát 3 hét alatt lefordulhatjuk. Akármit is írnak az újságok, ezt ne csináljátok, nem fog sikerülni, vagy ha sikerül, úgyis visszajön és sokkal rosszabb lesz, tehát inkább szép fokozatosan. Jó, tehát önbizalom fokozó szokások. Hoztam nektek néhányat, amihez nem kell még kócs sem, meg semmilyen tanácsadó, hanem ti magatok tudtok ezzel. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy aki tartósan önbizalom hiányban tartja magát, annak mindig van erre egy motivációja. Mi lehet ez a motiváció? Az önbizalom hiány egy nagyon kényelmes, már bocsánat, hogy ilyet mondok, bár remélem, hogy kevesen küzdöttök vele, nyilván nem véletlenül vagytok itt, de tehát, hogy egy kényelmes állapot, felrakhatom a kezemet, és azt mondhatom, hogy hát, én mindig így járok, nekem ez nem megy, én ez béna vagyok, nem fog sikerülni. Megmondták már ők is, XYZ, és nincs, ugye fel is soroltam, nem kell elköteleződni egy cél iránt, nem vagyok feszült, hogy most ezt meg kell valósítanom, és nem kell, legfontosabb, nem kell felelősséget vállalnom önmagamért. Igen, mert az önbizalom hiánynak az orvosolására is rengeteg energiát kell forgatni, és ez bizony fárasztó. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlat, de első lépésként én mindig azt szoktam javasolni, hogy gondolkodjatok el, hogy mik lehetnek ezek a tényezők, amik benne tartanak benneteket ebben az állapotban. Ez nagyon sok minden lehet. Lehet akár egy olyan évekkel ezelőtt egy nagyon rossz megjegyzés, ami nagyon betalált, és nagyon fájni mindig. És úgy előjön bizonyos helyzetekben. Számtalan dolog. Érdemes egy listákon is önmányálni. Tetvár. Mindenki másra indul be. Mások a mozgatórugóink. Erre nem tudok egységes recepttel szolgálni. Egyetlen egységes recept van, hogyha már tudod, mire indulsz be, akkor csináld. És ezt kutatások igazolják, hogy mi marad meg bennünk, csak 10%-a annak, amit hallunk. Tehát most szomorúan kell konstatálnom, hogy amit itt most elmondok nektek, abból ti körülbelül, aki nem jegyzetel, mondjuk a 10%-ot fog elvinni, minden nem sok. De azért valami.
kicsinek is örülni kell. 25% amit látok. Hát belőlem azért látványomból már egy picit törnek ki. Döntsétek el, hogy ez szerencse volt, nem? És 90% abból, amit csinálsz. Tehát az marad meg, az ivódik be legjobban, amit te véghez viszel, amit megcselekszel, amit meglépsz. Ezért, ha tudod, hogy te téged mi fog előre lökni, akkor próbáld is ki, és csináld. És gyakorold. Pacsizd le a belső szabotőrrel. Nagyon sok elnevezése van ennek a belső szabotőrnek. Coachingban nagyon sokszor ilyen korlátozó hiedelmekként emlegetjük. Ezek olyan belső gátak, amik folyamatosan benne tartanak minket a már Ildikó előadásában is emlegetett komfortzónába, vagy kényelmi állapotba. Ezek ilyen szépen megfabrikált saját kis gátjai. Azért ezt a malackát hoztam, aki viszont már súzózik, tehát ő már jó úton halad, mert németben van erre egy kifejezés, sajnosnak hívják, és ez egy csúnya fordítás, lusta disznó, bocsánat, körülbelül. Tehát aki úgy érzi, hogy állandóan a holnaptól telt van nála, a balakik egy ilyen lusta malac, aki jött hátráltatja ebben, hogy meglépje, de ővele kell egy jó állapotot, vagy jó kapcsolatot kiépíteni, méghozzá úgy, hogy az ő érdekei se sérüljenek, most ez kicsi skizofrénia, tudom, de higgyetek el, működik, tehát hogy az ő érdekei se sérüljenek, és a tied se. Neked is jó legyen, meg neki is. Ergo, ne feszeges túlzottan a határaidat. Védd át azért a komfortzónádat, de tényleg megint nem kell ilyen világmegváltó dolgokat, hogy holnaptól egy kocka csokit eszem meg, vizet iszom, és akkor baromi jó lesz, nem? Nem lesz jó, és túl sok, nem kell ennyit tenni, bőven jó, ha rendszeresen táplálkozom, mondjuk. Nem kell minden nap elkezdeni edzeni, bőven jó, ha minden másnap, minden harmadnap, de rendszeresen szakítasz rá időt. Nem kell rögtön 66 kurzusra. Ez most én azt látom, ez a mánia, valaki feljönni akar, rögtön 56 kurzusra beiratkozik. Nem, válasz ki egyet, ami úgy érzed, hogy belsővé tudod tenni, mondjuk én mindig futtatok, mert nagyon beváltik, ugye ezek az ilyen meditációs, relaxációs technikák, iszonyúan rohan a világ, és mindig fel kell zárkóznunk ehhez, de nagyon tud segíteni az, valamelyik ilyen coachingnak tartottam, nem tudom melyiken erről is előadást, hogyan tudunk egy picit belassulni, kicsit így kiszakadni, akár egy ilyen irodai stresszes napon. Szó lesz azért 5 perces technikáimról, ezt a csoportjainkban nagyon szokták szeretni, miért? Mert időgazdaságos, és mégis ha. Szóval malackával össze kell haverkodni, meg kell vele beszélni, hogy hogyan tovább. És már itt is vannak az 5 perces technikák. Hát ha életmódváltás és test, és hogy vagy a testedbe, akkor elengedhetetlen ugye az, hogy a testeddel kapcsolatba kerülj. Végig vissza kell utalnom arra, hogy állandóan rohanunk, stresszesek vagyunk, fáradtak vagyunk, azt sem tudjuk, hova kapjuk. Mikor van neked időd arra, hogy kapcsolatba lépj a testeddel? Neked mikor van időd, vagy nektek, vagy önöknek, bocsánat? Mikor szoktatok kapcsolatba lépni a testetekkel? Munka után. Munka után. Tehát én esti órákra gondolsz? Nem. Én ezt már végztem, hogy nem kicsit elérjük. Bicikli. Úgy legyen haza a munkát. Remek. Senki más nem kerül kapcsolatba a testével? Jó, hogy ide beültetek. Majd most? Legeléses. Nagyon jó, ugye mindenkinek ismernie kell, hogy mi az ő belső biológiai órája. Van, aki ugye kimondottan, valakinek reggel tesz jobbat az edzés, tényleg, valakinek viszont reggel abszolút nem működik, vagy nem tudja magát úgy energetizálni, hogy az jó hatásfokon működjön, őnek ugye esti. Az esti edzésnek én is sokáig ilyen este 10 és 11 között jártam futni, az a hátránya, hogy nagyon felturbózott, és aztán nem tudsz aludni. Tehát igazából tényleg a legideálisabb az lenne, amikor lezárjuk a munkát, utána szakítunk egy kis időt önmagunkra, a testünkre, úgymond, és akkor este már a pihenés, az este már a pihenésért családé tud lenni. Az 5 perces technikák. Hát itt olvashatjátok őket végül is, inkább azt részletezem, ami esetleg nem annyira világos. A legegyszerűbb ugye légzés. Felidegesített a főnököt, legszívesebben a halálba kívánod, nagyon mondaná neki valamit, de nem kéne. Elkezdesz nagyon mélyen lélegezni, kinyitod akár az ablakot, hogy friss oxigén jön be, ez az irodába is még lehetséges, és lélegzel. Vagy érzed, hogy már mindened fáj, sajogatnak szó szerint a tagjaid, egy kicsit nyújtózkodsz. Jó, mondjuk azt nehéz megoldani, hogy az irodában leülél a földre, de egyébként volt olyan kliensem, aki kis polifómiát kiterítette, és akkor nyomtam el neki az eset jól, és jobban is ment utána a munka. Vizualizáció. Igazából ezt is meg lehet csinálni az irodában. Tényleg azt kell hozzá, hogy mondjuk elengeded a kávészünetet, vagy az ebédszünetet, amikor többiek munkik el hozzá, többiek el,
sziasztok, és akkor akár beraksz a füledbe valami jó zenét, ami föl van töltve a telefonodra vagy a gépre, és ilyen kellemes képeket hívsz elő, amitől úgy megnyugszol, úgy feltöltődsz. Tükör gyakorlatok, erről is biztos lesz ma még szó, ugye ezek az ágak tükör elé is annól vannak, mert szép vagyok, klassz vagyok, nekem az a bajom veled nem mindig működik, de ez is egy technika. Tehát ahhoz azért ezt a meggyőződést már belsővé kell tenned, hogy ott a tükör előtt működjön ez a dolog. Az új kedvencem, és ezt ilyen magyarosan fogom mondani, az a fitspiráció. Ez most egy új trend, most készülök róla hírni, mert nagyon beleszerettem a témába, és nagyon üdvözlöm ezt is, mert hogy mostanában egyre több olyan anyag, blog jelenik meg a neten, hát sajnos kevés magyar még, majd talán egyszerűen is belevágok egy ilyenbe, ami nem azt hirdeti, hogy fogyjál 45 kilóra, mert akkor leszel jó nő, hanem hogy legyél sportos és egészséges és fit és vitális. És ha beírjátok mondjuk egy keresőbe ezt, akkor rengeteg ilyen jó kis hasikos, izmos, tornázó, futó, ugráló, boldog, egészségesnek kinéző nőt fogtok látni, és nem azokat a kicsit olyan beteges ilyen, már szétfoglaltam magamat és mindennek fotókat, és sok ilyen blog van, amiben valaki írja azt, hogy hogyan tartja mondjuk magát kondiban. Itt nem arra kell gondolni, hogy valaki elindul 100 kilóról, hanem ők már a jó állapotban vezetik a blogjukat, és mutatják be azt, hogy hogyan kell magadat jó állapotba tartani, és hihetetlenül jól motiválnak ezekkel a képekkel, néha magukról is tesznek fel egyébként, ha nekik is olyan jó hasizmuk van általában, aztán jó kis idézetek. Tudom, ebből most megint Facebook, már mániám lesz, tehát hogy folyik a Facebookról a sok csöpögős idézet, néha már tényleg már azt mondják nekem, és az ismerősöm, hogy úgyis csak többet meg kell látnom, vannak nagyon jók, amik nagyon be tudnak találni. Tehát ezek hatnak, ezeken a fispirációs dolgokon, ezekből is bőven van. Ha valaki életmód változtatáson töri a fejét, akkor ajánlom, hogy keressetek ilyeneket. Belső dialógus, az önmagunkkal folytatott párbeszéd. Itt visszahozom azt, hogy hogy vagy te a testedben. Érzed, hogy valami nem jó. Itt is ki kell kicsit szakadnod az éppen aktuális teendőkből. Ez is ilyen skizó, de higgyétek el, hogy hat, ülsz, és kicsit elcsendesülsz, lélegzel, meg kell magad ellazítani. Nagyon fontos, ha lenne több időm, meg is csinálhatnánk akár, de most ezzel elnéznek, hogy tagkapcsolat, lehet fekve ülve, és kicsit befelé figyelve megkérdezed a testettől, hogy hogy van ő most, mit érez most. És akkor fog kidobni, nem kidobni, hanem maga érzi bizonyos testi érzeteket, amelyből te le tudod fordítani. Ugye például vannak olyanok, amik kimondottan nem jók, amikor azt érzed, hogy a torkod szorít, a gyomrodba gombóc van, vagy izzad a kezed, vagy úgy zsibbad a... Tudjátok, amikor ül egy elefánt a vállaidon. Tehát hogy azok nyilván amik vannak, hogy valami feszültség van. Szóval vannak azok a kellemes, öpködős állapotok, például amikor ugye szerelmesek vagyunk, vagy pozitívan izgulunk, az a pillangó hatás, az nagyon jó tud lenni. De általában akkor azért nem fogod ezt csinálni, mert akkor fogod, amikor érzed, hogy valami nem oké. De nagyon jó, ha meg tudunk így állni, és egy kicsit beszélgetni önmagunkkal. Akkor ki a szabadba? Nagyon jó, hat, csak 5 perc. Ebédszünet van az irodában, vagy otthon, vagy menj ki, tehát a kicsit úgy érzed, hogy elég volt már, és eleged van saját magadból, meg a kerülő gondolatokból, ki 5 percre levegőre séta, bambulás, és látómező. Tehát amint kilépsz egy irodából, az otthonodból, kitágul a látómező, és akkor jönnek a nőtetek. Tánc. Te nálam mindig nagyon bevált, rossz kedvem van, és mondjuk tegyük fel, hogy gyerek van, otthon, meg jókat rög rajtam, be a kedvem számom, és akkor 5 perc, dance. Oké. Gyorsan ezt még csak ilyen felsorolásszerűen, mert hogy ha már ez a szakterületem, ugye mi történik veled akkor, hogy elkezdesz rendszeresen időt fordítani önmagad, ez konkrétan a testedzésre vonatkozik. Kitolod a teljesítőképességet határait más területeken is, tehát a munkádban, kapcsolatápolásban, nagyon sok területen. A sportban az a jó, hogy azonnal mérhető eredményeket ad. Tudtam még 5 percet futni, de jó, most sikerült ez a joga gyakorlat, stb. Akkor új nézőpontokat ad, kitisztítja a fejedet. Aki fut, az tudja, hogy milyen az, amikor elmész a sok gondolattal futni, és a lámi kitisztulnak a dolgok, és már látod, hogy hova kéne tovább. Segít legyőzni a lustaságot, nem csak a sportban, más területeken is tapasztalni fogod, hogy tetre készebb vagy, ha sportolsz. Komfortzóna elhagyásában segít, önfegyelemben segít, és ugye ami témát, hogy jelentősen javítja az önértékelésedet.
Ezt még gyorsan, hát itt éppen nem magyar magazinokat hoztam szégyen szemre. Téma az utcán hevel. Nagyon jól lehet önbizalmat meríteni a korábbi dolgokból. A képek ezért egy ilyen inspirációs anyag. Tehát képekből, akkor blogokból, ami nyilván ez a témája. Zene, kedvenc zenéi nagyon jól fel tudnak tölteni. Filmek. Én például szoktam néha egy-egy filmbe, sorozatban vannak ilyen kedvenc sorozataim, vannak egy-egy jó gondolat, elhangzik egy-egy jó gondolat, akkor bizony felírom, mert nem magukat tudnak mondani. Könyvekből szintén. Magazinokban elsősorban nagyon sokat mindent írnak a magazinok, nagyon sok tippes cikk van, hogy csinálj ezt, meg csinálj azt, meg csinálj azt. Én mégis azt mondom, hogy a legtöbbet az Inter, a valódi, nem ilyen Brad Pitt, aztán ki tudja, hogy beszélgetett-e valaki vele, valódi személyekkel, olyan személyekkel készült interjúból lehet meríteni, akik neked is példaképei, hogy felnézel rájuk valamiért, abban nagyon értékes gondolatok hangozhatnak el, önbizalomépítésre, életvezetésre, beszélgetések, beszélgess sokat. Tudom, hogy ez egy olyan világ, most is nagyon sokatokon látom ezt a zártságot, hogy már mennék ki egy kávét inni, vagy jaj, még menjél, tehát nagyon-nagyon zártak vagyunk mi magyarok, nagyon sokszor még a szempont, nem tudom, hogy beszéltétek-e, hogy úgy beszélgetünk, hogy nem is veszük föl mindig a szempontot. Most direkt figyelem, hogy kinéz a szemembe. Tehát, hogy szemkontaktus nélkül így beszélgetünk. Aha, jó. Tehát ez baj, ez sajnos, ez valamiért, biztos vagyok benne, hogy külföldi a szemébe valamiért barátságos nép vagyunk, de egymással azért vannak problémáink. Tehát beszélgessetek sokat másokkal, mert nagyon jó ötleteket lehet kapni másoktól. Így szerezhettek szövetségeseket, és így faraghattok példaképeket magatoknak. Példaképek nem azt jelentik, hogy egy az egyben másolnod kell az életét, nem? Megnézed, hogy mi az, amit jól csinál, és azt próbáld a saját életedbe átültetni. És végezetül az öt fontos lépés, ami egy életmódváltáshoz, vagy egy önbizalom fokozó szokás hadjárathoz kell. Először is győzd le a belső, ezekre már volt szó, ez csak egy ilyen összefoglaló. Győzd le a belső ellenállást, juss elhatározásra, ugye hozd meg a döntést, tudd, hogy mik a mozgatórugóid, hogy mi motivál téged. Tervezz, startolj, cserélj a rossz szokásokat, tarts ki és ünnepeld győzelmeidet, mert igenis jutalmazd meg magad mindenki, és eredménye, ha érzed, hogy már egész jól duzzadtam az önbizalomtól, akkor este veregesd meg a vállalat, hogy klassz vagy. Volt nekem egy tréningem, ami elég sikerrel futott, ez volt a természetes testsúly tréning, erre már utaltam nektek. Ez egy egynapos tréning volt, és ennek az volt a lényege, hogy ne azt ültessük el magunkba, hogy meg kell felelnünk az ideáloknak, és le kell fognunk a BMI, szerint ugye a BMI ez egy fontos mértékegység, 50 kilóra, hanem azt a testsúlyt, azt az állapotot találjuk meg, amiben jól érezzük magunkat. Ezt most cselesen átkereszteltem önbizalomfokozás életmódváltással, és ha valakit érdekel, egyelőre azt hiszem, hogy most a hónapomon a természetes testsúlyi tréning programja nincs bent, de fel fogom tenni, tehát az életmódtervezés.hu fogjátok megtalálni, aki pedig fogyni vágyik, bár mondom, nem frissítettem mostanában, de fogom, annak a súlyvesztő blogot ajánlom. Sok szeretettel. Van-e valakinek kérdése? Visszavétele, hozzászólása? Nincs akkor.